akció célja, meddig jutottak ebben? Igen, a mai akció célja a végrehajtások leállítása. Ugye mi nem elégszünk meg azzal, hogy a kilakoltatási moratóriumot hosszabbítják, hiszen attól még az embereket kifosztják. Naponta jön ott 5-6 vagy akár több ítélet is, ahol az adósok nyernek a bankokkal szemben első vagy akár másodfokon is, állítják le sorba a végrehajtásokat a bíróságok, és ennek ellenére másoknak, akik nem mentek bíróságra, vonják a fizetését, a nyugdíját, elveszik az autóját, az ingóságait, hát ezért le kell állítani a végrehajtásokat addig, ami ki nem derül mindenki esetében, hogy miről is van szó jogilag, jogos volt-e a banknak a végrehajtási kérelme, tehát ez volt a mai nap célja, és ezért demonstráltunk. Amit látok, hogy itt gyakorlatilag elragasztották a bankfiókokat, ezzel mi volt a céljuk? Elértek valamit? Mit gondol? Igen, ismét a figyelemfelhívás, ugye amit korábban is csináltunk, bankok plakátjainak a ragasztása, azt érjük el vele, hogy emberek oda jönnek hozzánk, és megkérdezik, hogy miről is van szó, és amikor elmondjuk, akkor azt mondják, ja tényleg, hát őt is ilyen, vagy neki is ilyen problémája van, és hova tud fordulni, tudunk neki tanácsot adni, és rájön arra, hogy őt is átverték, vagy eddig is tudta, hogy átverték, de nem tudja, hogy mit tegyen, és kihez forduljon. Volt-e bármiféle igazoltatás, rendőri akció, bármi hasonló. Igen, a rendőrség az OTP alkalmazottjait igazoltatta, ugyanis ügyfeleket nem engedtek be a bankfiókba, sőt az egyikkel nagyon durván bántak, a férjet beengedték, és a feleségét pedig úgy kitolták ajtóstól, és ő sérelem miatt ő kérte, hogy igazoltassák a biztonsági őrt, és valószínűleg az egyenlő bánásmód hatósághoz fog fordulni, hogy ilyen jobban nem engedték őt be a bankfiókba, míg másokat pedig beengedtek. De önöket igazoltatták ki a rendőrök, vagy voltak elvittek, vagy bármiféle rendzavarás történt? Igen. Nem történt rendzavarás, nem is igazoltattak minket a rendőrök, ez egy bejelentett demonstráció volt. A demonstrációt körülbelül fél órával ezelőtt befejeztük, és akik itt voltak közülünk is, meg más ügyfelek is ügyeket intéznek az OTP-be. OTP a mai napra egy nagyon különleges intézkedést vezetett be, maximum 2 embert enged be a fiókba. Van olyan ügyfél, akik 3-an érkeztek, de nem engedték már be a 3. tagot, ugye a feleség kizárás is ezért történt, ment velük egy pénzügyi tanácsadó, hogy mégis megnézze, hogy nem akarják-e átverni. Őt vagy a pénzügyi tanácsadót nem engedték be, vagy a párnak az egyik tagját. Oké, ez ennek a mai napnak vége lett, tehát az akciót mikor folytatják, lehet-e már tudni, vannak-e terveik? A saját rendezvényünket még nem tudjuk, ez attól függ, hogy mi lesz a végrehajtásokkal, illetve a kilakoltatásokkal. Nyilván most arra készülünk, hogy meghosszabbítják-e a moratóriumot, vagy nem. Úgy tudom, hogy más devizaidósok szervezetek május 1-jére is terveznek egy nagyszabású akciót, ott elsősorban a kilakoltatási moratórium meghosszabbításáért, de ma már olvastunk arról, hogy bizony a közjegyzői kamara és a végrehajtói kamara is szorgalmazza azt, hogy hosszabbítsák meg a moratóriumot. Azt azért jól látjuk, hogy hatalmas feszültség van az emberekben. Ha itt elindulnának májusban a kilakoltatások, akkor a tavalyi nagy demonstrációkhoz hasonló események lennének várhatók, amit mi magunk is szervezünk természetesen, illetve a végrehajtások fizikai megakadályozását helyezzük kilátásra, amikor akár több százan is oda megyünk, és nem engedjük, hogy a rendőrség a végrehajtót bekísérje az ingatlanba. Köszönöm szépen! Köszönöm!